40 évet dolgoztam, és építettük egy gyönyörű lakást. Most ez a begyullad véletlenül. Légy az egész sor. Akkor azt kitérítse meg én nekem. Házaikat féltik a mözsi Széchenyi utcában lakók, az egyik szomszéd ugyanis mániákusan halmozza a szemetet a saját udvarán. Képeinkkel jól látszik, hogy az egész területen 2 méter magasan áll a válogatatlan hulladék. A helyiek azt mondják, évekkel ezelőtt kezdte el ezeket hazahordani a tulajdonos, azóta pedig folyamatosan kérték, hogy szállítsa el, ő viszont semmit nem tett. Mostanra annyi a szemét, hogy az utcabeliek a biztonságukat érzik veszélyben, azt mondják, rengeteg a patkány. Csukokat nem lehet tartani, mert megeszik. Akkor patkány. Hát levette a kollégámnak, a macskának, ezt leharapta neki. De a macskának még az állát is. Nem lehet ezt a mai világban megcsinálni, ezt nem haragszom én a gyerekre. Mert nekem is eszembe se. Tehát az ezt nem lehet megcsinálni, amit ő csinál. A polgármesteri hivatalban is tudnak a problémáról, a helyszínen is jártak már. Ők azt mondják, a szemetet csak akkor vihetnék el, ha az közterületen lenne, de mivel ebben az esetben a kerítésen belül van a rengeteg hulladék, a legtöbb, amit tenni tudnak, hogy az ügyet jelezték a Tolna vármegyei kormányhivatalnak. Nekik vannak olyan jogosítványaik, amelyekkel el lehet érni azt, és el is tudják érni azt, hogy a hulladék az udvarokról elkerüljön. Sajnos van ennek egy átfutási ideje. A hivatali ügyintézések, határidők és különböző fellebbezési jogok véget, ennek sajnos nem 1-2 hét, hanem több hónap az átfutási ideje. A notórius mözsi személygyűjtő ügye tehát jelenleg a kormányhivatal illetékes szakemberei előtt van. Arról, hogy vélhetően elszállítják-e, és hogy mikor, ők döntenek majd.